Yeah.
Thank you.
Thank you.
felek, Vizi Péter és Vizi Pál részlet. Megy, mentegél szegény Péter. Egyenlőve, támolyogva botorkázottan a sötétségben. S én egyszerre meglát valami gyengi világosságot. Lassan oda tapogatódznak, ahol ez a világosság volt. S hát ott egy nagy darafa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darafát tett a szélre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, a tarisznyájában volt kenyér, szalonna, azt eléveszi, a szalonnát vanyása húzza, s a zsírját levegeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki, didergős, fázós hangon. Jaj, befázom! Péter körülnézett. Nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólalt az a hang. Jaj, befázom! Tovább már nem állhatt a szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s műtőzzel! Jaj, nem merek, mert az állataid összetépnek! Fölnéz Péter a fára, s hát ott ugol egy öregasszony. Mondja neki. Jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok! Nem merek, ha nem, ledobok három aranyhajszálat, azokat fektesd az állataid hátára, akkor ne legyek! Hát hol van, dobja le! Ledobja az öregasszony három aranyhajszálat, Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerében kővé meredtek. Leszáll az öregasszony a fáról, a tűz mellé ül, előránt egy varangyos békát, nyársra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában. Én süt a békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát. Mit beszélt ránt? Én süt a békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát. Eszem, majd megmondom mit. Kiáltott Vizi Péter, sarokjában a vénboszorkányhoz vágta a szalonnát. Hely! A vénboszorkánynak sem kellett egyéb. Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Elvette a vénboszorkány Vizi Péter kardját, miszlibe vagdalta a testét, s egy nagy kárba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután, Vizi Pál visszafordult a világ jósvájához, ahol a testvérétől elvált. Kihúzza a kését, s hát, piros fér puttyott ki utána. Hely, édes Jézusom, meghalt a bátyám, sóhajtott keservesen Vizi Pál. Meg sem állott. Ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott a tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy fölkét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkasa is. Neki is volt három állata, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizi Pál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyéb tojás a másikhoz. S mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejébe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos, bársonyos szintóba ült, s úgy ment elejébe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyáról, s mikor meglátta Vizi Pált, leugrott a hintajából, s nyakába borult. Édes uram, lelkem uram, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizi Pál egy szóval sem árult el, hogy ki s mi ő. Elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állata is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Három szóló nyúra, s egyszer sem talált. S mikor a harmadikról is elhibázta, elsötétedett az erdő, egy lépés.
senki sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki dinereg a fán, s leszól. Jaj, befázom! Gyere le a fázol! Vetett oda Vizipál. De a vémoszorkány most sem mert lejönni. Még Vizipál meg nem ígérte, hogy a három aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott föl Vizipál. Le is veti a vémoszorkány, de úgy találta vetni, hogy mind a három aranyhajszál a tűzbe esett, s porrá égett. De ezt a vémoszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült, honnét nem, egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában. Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát. Eszel majd, megmondom mit, s a boszorkány most csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizipált, de abban a szent pillantásban ráugrik a három állat, s úgy megfogják, hogy moccanni sem tudott. Jegyem ezt az életemnek, könyörgött a boszorkány, s föltámasztom a bátyádot, s föl az állatait. Hát jól van, Vizipál intett az állatoknak, de azért jól közre fogták, hogy el ne szalatosson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet. Csinált mindenféle hókusz-pókuszt. S hát egyszer megelevenedik Vizi Péter, megelevenednek az állatai is. És ahogy megelevenedett Vizi Péter, hallottok csodát, megvilágosodik az erdő. Híre korra sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a két testvér, és mentek a városba, utánuk a hat állat, azután föl a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné, amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma, Vizi Péter és Vizi Pál országról országra jártak. Elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger. Elborította az egész világot. Így volt, vége volt, mese volt. Thank you.
tüzet rakjon, tüzet vágjon fát, legyen miből meghoznom a vacsorát. Ami raik, hát eltűnt, ott lakik a szeretőm, fehér kendőt lobogtat, engem oda csalogat. Ne csalogass engemet, mert én oda, nem megyek, ha én oda elmegyek, szeretője, én leszek. Ami raik, csorgó víz, olyan édes, mint a méz, aki iszik belőle, vágyik a szerelemre. Én is ittam belőle, szerelmes lettem tőle. Nincsen rózsa, mert elhullott a földre, víz szeretőm, mert elhagyott örökre. Ha elhagyott, hagyjon is el örökre, mert nem lehet mindenkinek a tökre. Ha elhagyott, hagyjon is el. Sárga virág.